Gyümölámmal támadtuk. De ebből a labdából Kluiber azonnal válaszol. 2-2. Rosszúval szemben viszont most ezt a párbajt Kluiber nyeri. És a 26. perc végén mint egyenlő az állás. Perc. Ez elég magas és elég erős volt ahhoz, hogy meglegyen a 13. gól. Pontos volt és erős, amikor vonalon áll egy kapus, meg látjuk, hogy jó irányba is indult el. Az első félidő utolsó jelenete. Szerencsére egy magyar gól, méghozzá a 15. De ami rossz hír, hogy kaptunk 17-et itt az első félidőben, ami 30 percre vetítve nem kevés, hanem tulajdonképpen sok. 40. perc. Kluiber, na most bejött a húzott. Csak megcsináltam. Nem hagyja ezt úgy annyiban. Az első volt hasonló, ami nem jött be, az ennél csenevészebb volt. Igen, az nem volt ilyen jól kivitelezett. Hétméteres, ez szép volt. Főleg, hogy na most viszont tényleg lőni kell. Kluiber! Azt hiszem, hogy most érkezett meg igazán a mérkőzésbe. De most mindenki jól látta, hogy megérkezett. Hatalmas gólt lőtt. Sikerült is neki, de remélem, hogy lassan visszatérünk arra jó útra, ami ott abban a néhány percben volt. Kluiber. Na erre nem számítottak. De annyira kérte Kácsor Gréta is vissza a labdát. Ez kellett mondjuk egy román kéz is, de lényeg a lényeg. Kluiber a gólszerző megint. Kluiber. Vámos. Kluiberhez vissza. Egy az egyben megveri a védőt, és gólt szerez Kluiber Katrin. Kluiber. Kácsor. Gyűri Lukács. Kluiber. Üres a terület előtte. Hát az szinte zicser neki. Hát ez neki abszolút zicser, nem csak szinte. Ha jól emlékszem, először vezetünk 4-gyel.